Akkor valami giga szélboszt kell gondolom még lezúznunk. Nyomjunk egy mentést. Meg kajám sincs túl sok. De most lehet, hogy rohadt bátor leszek, és egyből neki megyek a bossnak. Nem tudom, mennyire hosszú epizódnál tartunk most. Egészen megnyerő terület. Jég, hó, szél. Tüskék. Ez meg megállás nélkül azt mondogatja, hogy piki. Ó, hát itt akkor egy cukermadár lesz a boss. Imádni fogom, ha olyan platformon kell majd harcolni, ahol fúj a szél és szélből szélbe kell ugrálni. Semmit nem fejlesztettem azóta megint. Ó, de aranyos. Se staminán, se HP-n. Illetve szerintem a nyilveszőket se termeltem újra, az a nagyobb baj. Oha, ezt utolsó tudom én. Mondjuk ennek lehet, hogy nem ártana, ha szétcsúzliznám az arcát. Ja, várjál, nyomjunk izét gyógykajákat. Ami nem gyógykaját, hanem ilyen boostoló kajákat. Mindjárt leesek a pályáról. Ó, de tehetséges vagyok. Na jó, próbálkozzunk egy kicsit téged lecsúszizni, jó? És mondjuk próbálkozzunk a négyessel, mert azt rohadtul szoktátok utálni. Úgy. Az a lila, ami sebződik, az... És most abba hagytad? Mekkora szemét? Hát attól én még igazán kaphatnám ezt a sebzést. Mármint ő kaphatná tőlem. Anyukádat. Ja, kapja tovább is, jó van. Hehe, csökött láda. Ne szívassál már. Ez egy kicsit meg... Ó, de arany! Egy pár ilyen kis tollat belevág a földbe. De mindegy, amíg én menekülök, ő addig is sebződik. Ez rohadt jó ez a... Ez a negyedik számú ilyen poison, vagy mi volt ez. Anyád, jó lassú vagy, azt szeretem. Ez nem tesz egy zsebre kis csökött láda. Hát mondjuk gagyi vagyok, de... Azért sebződik így is a kis köcsög. Jó, együnk egy gyógykaját, mert most már azért szarul áll a helyzet. Hát ezért kár volt azért a két jó lövésemért. Ezt most viszont elkapta. Jöjjünk gyógyulni. Igen, most már az utolsó szakasz. Most extrán fontos lenne, hogy meg tudjam lőni szerintem. Mert nem fogok tudni a közelébe menni. Azt gondolom. Hát igen, jó gondolom. Viszont olyanokat sebződik ettől a szartól. De király lenne, ha elpusztulnád te szemétláda. Haha, figyeld, vigyázz, megdöglik a mérgező izétől. De már nincs semmim konkrétan. Se staminám, se semmim, a gombokat se találom. Pusztuljál te szemét! Ez az! No, ezt a négyes számú poison sebzést, ezt mindenki gyúrjon rá. Valami ability volt, azt hiszem, skill tree-n, hogy ilyen időre ható sebzés, nem tudom már melyik volt. Hogy azt hiszem, az vonatkozik a tűzre is, az elektromosra is, meg erre a poisonre is, de ez a poison a legdurvább. Tehát ennek növelje mindenki szerintem leghamarabb a tárkapacitását. Ez óriásiakat sebez, és úgy vettem észre, hogy kb. Mindegyik bossra ez volt a legjobb hatással. Ez a, mármint a legrosszabbal az ő szempontjukból. Na, hát ez, figyelj, olyan patent vagyok, hogy így darálom le a templomokat, meg a bossokat egy húzamra. Na most akkor megpróbálom nem elcseszni, hogyha megint valakivel beszélni kell még itt, akkor ne menjek el a papihoz. Mindjárt megnézem a térképen, hogy van-e ikon, küldetés ikon erre a területre. Na, most megint kaptunk egy izét, ilyen epic tárgyat. És akkor azért megint ad a papi majd valami szajrét. Na, hát igenis van itt egy küldetés ikon, mégpedig ott. Úgyhogy most már nem fogom ezt elmisszolni, és először oda megyek. Korábbi epizódban is ugye azt rontottam el, hogy a
elmentem egyből vissza a kiinduló helyre, és ez nem volt jó, mert előtte még itt kellett beszélgetnem. És én ajándékcsomagok is megjelentek egyébként a világban, így a Steam update miatt, viszont nem nagyon tudom mire jó, mert egyszer lootoltam, azt azóta se tudom, tehát gondolom ez is, hogy maxon van. Kb. Ez is valószínűleg azokat a nyersanyagokat adja, amit úgy egyébként a világban is találhatunk, csak ez egy plusz boost. Most már az egy hangyányi többet seb ez a csúzlim, viszont olyan mennyiségű HP-ja van ezeknek a nyüves rohadékoknak, hogy tök mindegy, kb. Ugyanúgy 10-et kell beléjük lőnöm, de mondjuk ha olyan sebzéssel jönnék, mint a játék elején voltam, akkor ezek 100-at kéne beléjük. De most tényleg a rohadjál már meg 1000-et sebzek, hallod? Mennyi HP-ja van ennek? 20 000? De igen, hát mondjuk az AI az egy nagyon picit fejlődhetne még. Hát egyébként cukker a játék, de egy bizonyos távolságon belül támadnak meg, de hogyha egy 30 méterről elkezdek lövöldözni rájuk, akkor ők közben újságot olvasnak, és egész nyugodtan kinyírhatom őket. Jó, viszont én most nem nagyon szeretnék ezzel itt szarakodni, úgy fussunk el gyorsan a küldetés jelölőhöz. Mert csak így megszokásban nekiállok ezekkel harcolni. De egyébként, ahogy mondtam, nagyon szép a grafika, nagyon változatos a táj. Tényleg nagyon jó grafikai megoldások vannak benne. Ja, ezekkel beszélnem kell. Akkor... Ja nem, az a kislányka. Akkor nem muszáj álca, ugye? Csisolj, letépem a fejedet. Most nehogy már gonosznak odaadjuk. Na ez az, fuss-e. És akkor ez lesz a fő gonosz? Ez a botos lény, mert ez nagyon sok pályán megjelent. Na most mi lesz? Hát ez egyszer gonosz is volt, egyszer jó is volt, most épp mi lesz? Főrobban az egész világ? És majd párszor megpróbáltatok engem kinyírni, de eddig se sikerült. Miért gondolnátok azt, hogy pont most fog sikerülni? Egész nyugodtan támadja, szarok rád! Olyan táp vagyok, hogy... Szétdodzsolom az agyamat, ki agyatokat is. Öcsi, varázstudcom van, ami gyógyít, úgyhogy nem tudtok kinyírni. Mondjuk most egy kicsit, mintha lefagytak volna szegények, ennyire hideg van itt, hogy meg sem mozdulnak. Nem túlzottan agyasak, és akkor most téged kell, hogy kinyírjalak? Hát jó, akkor téged kinyírlak. Kapsz egy kis felmelegítést, jó? Csökött majom. Ennek is van azért egy kevés HP-ja. Amit lehet, ellövünk rád. Ennek is 3 millió HP-ja. Ez komoly küzdelem volt. Ott egy láda. Na, mert csak ezért is jó, hogy nem harcolok előre, hogy megszerezzem az összes ládát, mert hogy van, ahol valamit csak ilyenkor lehet elérni. Na jó, akkor menjünk vissza a bácsihoz, Jucika, és adjuk oda a követ. Viszont előtte azért feltápolom a karakternek a készleteit, töltényszinten meg kajaszinten, mert nem kizárt, hogy lesz még egy fő boss ott a fő templomban. Oké, és akkor most... Irány a bácsi. Na, ez pont ez kell nekem itt, kaja és csúzli. Ugye itt már szerencsére meg van csinálva, hogy nem kell 870-szer megnyomni, hanem a jobb gombot nyomjuk, akkor kimaxolja az adott eszközt vagy cuccot, tehát ezt maximumra tölti. Persze nyilván annyi nyersanyagot használ el hozzá, de legalább nem kell 10-szer megnyomogatnom, mindegyiket csak 1-szer. Jó, és akkor ezt követően irány a bácsi. Ott azért majd megnézem a skill köveket, hogy esetleg nem tudnék-e valamit fejleszteni. Valószínűleg nem. Na.
No, megérkeztünk, hát igazából túl sok mindent már nem tudok fejleszteni, ugye csak a HP-mat meg a staminámat. Ezek az eszközfejlesztések, ez mind maximumon van. Ez a skill tree, elvileg ez is, ja nem, mert most ugye ez tök jó, hogy egyébként kioldottam most a negyedik szintet, ezt nem használtam soha, mert rengeteg sok eszem van. Most már ezzel az is ki van maxolva, ugye itt azt tudom boostolni, hogy ez minél fejlettebbek legyenek, ötödik szintűek, meg elvileg ugye a másik helyen a mennyiséget, amennyit tárolni tudok. És hát ez még mindig rohadt messze van, tehát 770 kéne mind a kettő kőből, hogy kimaxoljam, és ez 286, ez meg 110. Viszont ez a játék az achievementet nem nagyon adott, úgy vettem észre. Úgyhogy olyan állatira nem vagyok motiválva, hogy azokat még ott összeszedjem. Annyi csak, hogy itt a bácsi fog még nekünk adni valószínűleg valami ruhát, mert megint szedtünk össze ilyen epic lényből cuccot. Pompon Treasure 3. Hát, jó, majd lehet, hogy ezt is megnézem, de lehet, hogy nem. Igen, nagyon jó, és még... Most miért nem mutatod a következőt, nyomi? Most már azért nagyon jó szerkok vannak. Aha, szuper, stamina, felhasználás csökkent, 30-szal, ez meg 50%-kal, oké. Ennyi. És ide is talán be tudunk még tenni valamit. Nem. Hát itt azért maradtak hiányosságok. Jó, tegyük be a követ, mentsünk egyet, tegyük be a követ, aztán nézzük meg, mi történik. De szerintem ezt már csak a következő epizódban.